mindazok figyelmébe, akik valamikor egy decemberi napon nemmel szavaztak. Egy erdélyi fiatal üzenete. A gondolatok nem tőlem származnak, de ha már itt tartunk, egyetlen rövid, saját gondolatot szeretnék bevezetőként elmondani én is. Ha 1920 és 1937 között csak egy tizede élt volna azoknak a hazaárulóknak, akik ma Magyarország határain belül élnek, akkor ma nem lenne Magyarország. Íme az erdély fiatal üzenete. Akaratotok ellenére én is magyar állampolgár lettem. De nem kell féljetek. Nem veszem el a munkahelyet előletek, az egyetemeken sem fogok élni a jogaimmal, és nektek hagyom az ösztöndíjas helyeket. Szavazni sem fogok helyettetek. Nem adom meg nektek azt a lehetőséget, hogy büdös romának nevezetek valahol a ti Magyarországotokon. Nem azért lettem magyar állampolgár, hanem azért, mert elégtételt akartam. Nem magamnak, hanem nagyapámnak, aki több mint 4 évet volt hadifogoly magyar katonaként. Aki azért harcolt, hogy most ti, kedves, nem is tudom minek nevezelek titeket, pöfeszkedjetek és leromanozzatok, szlovákozzatok, stb. Azokat a magyarokat, akiket egy békeszerződés elszakított a hazájuktól. Ha azok a hadifoglyok tudták volna előre, hogy kikért harcolnak, akkor lehet ki sem mentek volna harcmezőkre. Nyugodjatok meg, kedves honfitársaim! Nem kell semmi abból, ami a tiétek. A lelki elégtétel sokkal többet ér, mint ti, azok, akik magyaroknak nevezitek magatokat, de sohasem tudjátok, mit jelent magyarnak lenni.